Sziasztok! Tehát custom-made architecture és ideas matter. Valahogy megpróbáltuk, hogy azt próbáljuk bemutatni, hogy mondjuk, hogy a Prezi székhez kapcsán igazából, ami nekik fontos, az ötletek tere, vagy az ötletek azokat, mi hogy tudjuk úgy személyre szabni, vagy úgy rájuk szabni, hogy ezek különlegesek legyenek. Itt egy régi kódot láthatok, ez a Prezinek az előző helyszínéről volt, amit szintén itt terveztünk, tehát ez egy olyan együttműködés, amivel egy hosszabb múltra tekint vissza. Ezt a képet igazából csak azért tettük be, hogy mutassuk azt, hogy a Prezinél a céges kultúra, a cégnek az értékei az messze túlmutat. Csak a szavakon itt elég sok figyelme a kvalitával dolgozóknak a mindennapi életére, és ez a munkakörnyezetekre is kivetül, itt szintén még akár úgy körülbelül iroda területei, ahol ebben az egyik dolgozásban rengeteg olyan tanulság szűrődött le, amit ebbe az új épületnek, amit itt látok, már a tervezésünkben fel tudtunk használni. Akkor az új épület az egyrészt már részt vettünk a kiválasztásban, aminek a szempontjai az voltak, hogy belvárosba szeretnék valami különlegeset és olyat, amit felújítani kell. Így esett a választás a Nagymező utcára, aminek igazából végig fogunk menni azokon a terein, ahol valami különleges dolog történik, vagy valamilyen ötletreállás történik. Igen, tehát az egész előadás arról szeretne szólni, hogy hogy tudja az építészet támogatni ezeknek az ötleteknek a megszületését, ami ugye a Prezinél beszélünk. Egy tudás alapú cég, ahol van ezek a kreatív ötletek a legnagyobb érték. Ebből az első rögtön a munkahelyek, talán ezt a teret ki már láttátok. Itt ugye azt a teret kellett megalkotni, ahol a kreatív munkafolyamat során az irodatérben születnek meg ezek az ötletek, hogyan tudtuk támogatni. Egy térben együtt dolgoznak az emberek, hogy ne zavarják egymást, ezért minél közelebb tárgyalókat helyeztünk el. Ezek mind testre szabott egyedi tervek voltak, és az a két tárgyalózat, ami bekerült a térbe is, ugyanígy fogok ezek az egyedi bútorok is úgy alakultak ki, hogy egy prototípus után a következő verzió az mindig a korábbi tapasztalatainak a továbbvitelére, annak a tudását beépítve, tulajdonképpen egy evolúció ment keresztül. Itt látszik ebből egy ilyen szlájd, amit a Prezi igazából kigyűjtögetse nekünk, hogy mi működik a dolgokból, miért működik, miért nem működik, mi az, amit nagyobban szeretnek, abból működik, és ezek lettek visszaépítve a dolgokba. Tehát csomó olyan dolog volt, hogy általában úgy készültek a dolgok, hogy megcsinálunk egyet, nézzük meg, hogy működik, és utána alakítsuk át. Senki nem ragaszkodott ahhoz, hogy ez egy befejezett folyamat legyen, vagy hogy ugyanolyanok legyenek azok az elemek, amik utána le vannak rakva, hanem inkább az volt fontos, hogy találjuk ki együtt, hogy jöjjünk rá arra, hogy mi az, ami tényleg működik, és ezzel valamilyen módon analóg a Prezinek a fejlesztésével, ahol ugyancsak egy ilyen tárgyáról, metódussal, nem új bildek vannak, hanem ilyen apró darabokat készülnek. Az előzőképpen és ezen is most pár ilyen példát látok arra, ami az irodatereket és a tárgyalóknak, az identitásának a megadásáról szól, amivel szintén úgy tudtunk együtt dolgozni a Prezivel, hogy az ő grafikusok, az ő által ajánlott művészek vettek részt ezeknek a kialakításában. Itt például a Prezi történetét bemutató grafika, ami az egy ilyen bejárati folyosóra került. És ahogy a Prezi fejlődik, és a székházban is egyre több területet foglalnak el, így ez a tervezési folyamat se áll le. Itt már a következő fázisnak néhány képét látjátok, ami most van a tervezés alatt is. Itt sem az van, hogy a korábbi terveket folytatjuk egyszerűen tovább, hanem ugyanúgy a tanulságokat levonva építjük bele az új tervbe. Van pár olyan kulcs helyszínek az egészben, amiket kiemelten kezeltünk itt, főleg az étel, vagy a snack, vagy a bistró, amik olyan attraktorok, amik a Prezivel az ötlet létrejöttét tulajdonképpen elősegítik, annak az egyik eszköze, a véletlenszerű találkozások helye, amik mindig valahogy az étel köré vannak rakva. És akkor itt pedig már át is kerültünk a Prezi küldetése. Ugye az ötletek megosztása, hiszen egy prezentációs szoftverről, egy előadások nem használt szoftverről van szó. Szóval, nagyon fontos volt a Prezinek ez a küldetés, hogy egy auditoriummal tudják ezt támogatni, tehát a Budapestnek, a Budapest közösségének tulajdonképpen adni tudjanak valamit, egy olyan helyszínt hoznak létre, ahol előadások valósulhatnak meg. Az egész épület földszintje van ez a kétszintes tér, ami tulajdonképpen az ötletek megosztásának a tere.
És emellett helyezkedik el a bejárat is. Ami megint egy olyan dolog volt, hogy tudjuk átszokni a bejárat egy klasszikus cég omlájától, inkább valami olyanná, ami ahogy máshogy érkezel meg, más módon fogadnak, ott látszanak a diagramok, hogy körülbelül mi volt az a gondolatmenet, amivel átalakítottuk, és itt pedig látszanak azok az elemek, amik vannak ott szembeházul a whiteboard, vagy itt jobbra tűnt ez a kék alapon a prezisek fala, ami egy ilyen köszönés is a látogatóknak, hogy az ilyen kötetlen leülésre használható lépcső rész. És ugye az ötletek születésének az egyik legfontosabb helyszíne egy ilyen előadó tér, ahol emberek megosztják egymással a gondolataikat, és nyilván az ilyen ötletek születését segíti elő. És ez a kép pedig egy jó példa arra az együtt dolgozásra, hogy ez tulajdonképpen egy olyan skic, amit a legendelőtől kaptunk vissza, hogy hogyan készüli el ezt a teret. És akkor itt egy render, amit már itt készítettünk. Két fontos elem van, az egyik például ez a hatalmas vetítő fölött, az egész falat befogadja, itt kirajzolódnak rajta az architektúra elemei, tehát igazából a falba az ablaknyílások, annak a lezárásai, illetve az ajtók is beleépülnek, és kapunk egy ilyen végtelen vászlat, amire lehet a keziket vetíteni. Hát a másik eleme pedig az a lépcső, ami megbúzsz, ahogy akarsz, és egyúttal nagyon közel vagy mindig az előadóhoz, nincs az elválasztás, mint például itt, hanem igazából szinte meg lehet fogni, és az összes részben a közelben. Akkor reméljük, hogy a tárgyal, amit mutatunk, az itt is néhány ötletet szült, és akkor milyen kérdés formájában ez, hogy hallgassatok ennek. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a legelső műszakon a tezisek adtak elő, nem tudom hány éve volt ez. Hét éve. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most a székházukról beszélgettek, mert nagyon sok érdekes vagy. Köszönjük. Pedig azt is reméljük, hogy ez az előadó nem annyira bele fog tudni épülni itt a budapesti konferencia és kulturális helyszínen, vagy akár egyszerűen Pecsakucsa is lehetne ott. A legelső Pecsakucsán szintén a tezisek adtak elő, és már tárgyaltunk velük, és várhatóan március áprilisban a következő Pecsakucsa ott lesz. Múltkor egyszer a Pécsi úgy valakunk előbb valahol is meg én is, és mondta, hogy már voltak más előadók is, és mindenki mondta, hogy a prezi úgy. Úgyhogy már kicsit sajnálják, hogy mindenki róluk beszél, vagy mindenki vele beszél, de mi nem tudunk csinálni minket azt. Úgyhogy mindenki is kénytelen volt, hogy vagyunk ezt. Sokat beszéltek a közösségi szempontokról, de mennyivel volt szempont tervezés, nevők, vagy dizájn, vagy a anyaghasználatnál, mennyire volt szemtett a fogalmi akarát. Már két oldalról tudjuk megkideríteni, az egyik az ugye már a helyszín kiválasztásnál is, hogy belvárosi helyszínt kerestünk együtt, felújítandó épületet, nyilvánvalóan a biciklis, vagy a gyalogos, meg tömegközlekedéshez kapcsolódva, szerintem az egyik köre, vagy ez már egy köre a fenntarthatóságnak, vagy az okróknak. A másik fontos elem pedig, hogy hát nagyon sok gyártott bútor van, tehát hogy ilyen értelemben meg talán kicsit ilyen egyszerűbb, meg nem annyira túl gondolt szerkezetek, ilyen low-tech dolgok vannak, mint másfajta irodalában. Illetve még a közösségi mentre azért nem tennék hozzá, hogy ahogy említettük, ez a tervezési folyamat, ez egy ilyen nyitott végű dolog, tehát nem úgy történt, hogy mi megterveztünk valamit, elkészült le, akik nekik későbbre költöztek, használhatják, hanem az a folyamat, hogy mi prototípusokat adunk, próbálják, továbbfejlesztjük őket, és ezek akár a bútorokra, akár a terekre is igaz, hogy ezek szabadon elmozdíthatók, áttehetők saját arculatukra, továbbfejleszthetik, tehát hogy tulajdonképpen a prezi dolgozói bele vannak vonva ebbe a folyamatba, hogy maguk alakítsák a saját környezetüket. Ez a nagy szabadság, ez nem veszi el igazániból a valós munkától a kreativitást? Tehát, hogy lehet, hogy nem a bútoroktól alkotásával kéne kiélni. A dolgozóké? Jó, hogy a dolgozó.
dolgozok. Szerintem van egy tezis, őket meg lehet erről kérdezni. Másrészt viszont nekünk a mondjuk a Szolival, a Prezi egyik alapítójával való beszélgetésében mindig az volt az egyik ilyen legfontosabb kulcsmomentum, hogy a legnagyobb értékük nekik az, hogy ötletek szülessenek, és ez az abban a szabadságban tud létrejönni. Tehát, hogy ők nem olyan klasszikus, ilyen folyamat alapú termelést folytatnak, ahol dolgokat el kell végezni folyamatosan egymás után. Az a lényeg, hogy egy problémának megoldása legyen, és ha erre az ötlet az a kávézóban jön, akkor teljesen jó, hogyha egy ember, egy dolgozó 3-4 évet a kávézóban, és nem az asztal mellett. Okay. Illetve én még annyit hozzáfűznék ez a szabadsághoz, hogy azért azt mindenki érzi, hogy mondjuk egy ilyen irodában mi szokott történni az asztalokon, tehát ez a kusztomizálás, ha nem, az megtörténik. Hogyha ennek mondjuk lehet egy korábbi időpontot szabni, ahol elkezdődik, akkor lehet, hogy nem úgy fogja valaki körbebástyázni magát a saját otthonát vagy világát, hogy dolgait jelentő elemekkel, hanem mondjuk lehet, hogy inkább odatolja az asztalát, ahol neki jó, vagy kérdel valami másik elemet, tehát hogy ilyen szinte lehet felnőttként kezelni a felhasználót abban, hogy ő korábban beszállhat abban, hogy ő miért szeretne, vagy elmondja. Nyilván nem mindenkinek egyenként lett azt a kitalálva, de... Igazán a kérdés arra vonatkozott, hogy volt-e valami kutatás, vagy háttér kutatások igazán van erről az egészről, tehát hogy így... Valóban jó az, hogyha oda tehetem az asztalomat, ahol én szeretném, és tényleg segít a munkámba, de hogy ez tényleg igaz-e? Tehát, hogy hosszabb távon valóban működik-e? Én a Minuskusznál igazából most már lassan 2 éve ezt elkezdtük kutatni magunk is, meg egyre több dolgot ebből felszippantani, ennek az egyik fő szintere a Prezi akár, vagy amit ott próbálgatunk, de azóta sok más céggel, aztán akkor is együtt dolgozunk. Én azt gondolom, hogy úgy kell valahogy ezt felfogni, vagy úgy kell valahogy elképzelni, hogy 2 nagyon fontos helyszíne van a munkavégzésnek. Az egyik az, ahol közösségben van, a másik az, ahol fókuszáltan tud dolgozni. Ez nem feltétlenül az asztaltolgatásra redukálódik a dolog, hanem inkább arra, hogy ennek a 2 fő tevékenységet, a befele fordulónak, meg a kifele fordulónak találj mindenféle helyeket. Tehát, hogyha olyan sok változatos helytípus van, ami miatt nem kell tolgatod az asztalodat, mert holnap máshova mész, vagy harmadik helyre mész, vagy mindenkinek a saját életéhez kialakulnak olyan szokások, hogy ezt a tudom én dolgozatot itt szoktam írni, beszélgetni ott szoktam, harmadik szoktam, ott szoktam, akkor igazából ez nem az asztal tolgatás, hanem ez a belakás a helyeknek a megtalálás, ez a diverzitás, az asztal tolgatás. Szuper. Köszönöm. Köszönjük szépen!